A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra. Egy új sorozatot indítunk el a deviza hitelesek ügyeit illetően. Szakértő vendégünk itt a stúdióban, dr. Várhelyi Tamás ügyvéd. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Mi az, ami változott eddig a deviza hitelesek ügyét érintő jogszabályok között az utóbbi időben? Nagyon nehéz a kérdés, mert ugye a deviza hitelesek kálváriája, mondhatom azt, hogy kálváriája, az nem most kezdődött. Az 2009-2010 óta folyamatosan napirenden van, folyamatosan problémát okoz. Azóta, amióta ez az egész devizahiteles történet elkezdődött, gyakorlatilag folyamatosan változnak a szabályok. Tehát jön egy jogszabály, hatályon kívül helyezik, megváltoztatják, új jogszabály, kúria új értelmezést ad a már meglévő jogszabályoknak. Tehát egy folyamatosan, tehát soha nincs egy kialakult keretrendszer, soha nincs egy kialakult szabályrendszer, amin el lehetne indulni, hanem folyamatosan változnak a szabályok, új szabályok jönnek, nemzeti ítélkezési gyakorlat változik, európai bíróság ítéletet hoz. Tehát gyakorlatilag amióta ez a deviza hiteles kérdés van, azóta vannak szabályok, amik folyamatosan változnak. Tehát, akkor ez egy ilyen nehéz kiigazodni. Ez egy ilyen sportszerű nehezítés, igen, tehát hogy soha nem lehet azt mondani, hogy egy adott ügy biztos, hogy így, vagy biztos, hogy úgy fog végződni, mert mindig lehetne benne egy olyan változás, ami teljesen megfordíthatja a dolgokat. De azért precedensek vannak? Vagy azok sincsenek? Vannak, de változnak. Változnak, a kúria gyakorlata is változik, tehát a folyamatosan újabb és újabb precedens képes, precedens értékű határozatokat hoz, amiben esetleg kimondja, hogy a korábban precedens, a továbbiakban kötelező erejüként nem hivatkozható. Tehát akkor itt is egy folyamatos változás. Persze, így van. Tehát folyamatosan alakul a helyzet. Ez gyakorlatilag egy olyan játékot kell elképzelni, hát játék, de tehát egy olyan küzdelem, inkább nem is játék, ez egy olyan küzdelem, hogy azok a jogi képviselők, ügyvédek, akik az adósokat képviselik, az adósok érdekébe próbálnak meg eljárni, folyamatosan elemzik a joggyakorlatot is, meg vele párhuzamosan a szerződéseket is, és újabb hibákat próbálnak meg föltárni, és az újabb és újabb hibákat próbálják meg a bíróság előtt érvényesíteni, és ehhez a gombhoz varja hozzá később akár a kúria, akár a jogalkotó a kabátot, hogy az újabb és újabb feltárt hibák azért nem hibák, mert, és akkor ott hozzáalakítjuk a jogszabályt, hogy az miért felel meg mégis a jogszabálynak. És akkor azt elengedjük, azt a kérdést, akkor jön a következő. És akkor, amikor arra is kitalálnak valamit, hogy az miért felel meg a jogszabályoknak, akkor azt is elengedjük, és jön az újabb hivatkozás. Ennek fényében hogy látja, hogy várható-e a közeljövőben valami érdemleges változás a devizia hiteleknek a rendezésének gyakorlatilag az ügymenetében? Ezt a problémát körülbelül 10 évvel ezelőtt is már jogalkotási szinten kellett volna megoldani. Ez, és nem úgy, ahogy megpróbálták megoldani a DH törvényekkel, ugye a 2014-es elszámolási törvényekkel, hogy központi intézkedés, központi jogszabályváltozás ebben a kérdésben nem lesz, az teljesen biztos, hogy a bírósági gyakorlat kedvezően változik, jelen pillanatban arra se látunk olyan jeleket, hogy erre bármilyen központi akarat lenne, hogy,
hogy ez változzon. Ezt nem tudom megmondani, hogy ez hogy fog akár a jövő héten kinézni. Több fórumon folyamatosan kérdések merülnek fel, hogy a Kúria 9/2023-as jogegységi határozata kapcsán vannak ugye ezek a kérdések. Ez egyáltalán mit jelent, mit tartalmaz a Kúria döntése, hogy egy kicsit ezt tisztázzuk, és hogyan értelmezzük azt? Az a kétes dicsőség ért engem, hogy ez a jogegységi határozat, jogegységi panasz ügyben hozott határozat, ez az én ügyemben született. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény szerint a Kúria közzétett eseti döntéseitől jogkérdésben csak akkor lehet eltérni, ha azt az eltérést az alsóbbfokú bíróság megindokolja, de egyébként precedensként, tehát egy ilyen korlátozott precedens rendszer van, hogy a Kúria közzétett döntéseire precedensként lehet hivatkozni más eljárásokban. És egyébként, hogyha a Kúria ítélkező tanácsa a közzétett eseti döntéstől elkíván térni jogkérdésben, akkor jön ez az úgynevezett jogegységi eljárás, amikor a Kúria jogegységi tanácsa eldönti, hogy a két egymással konkuráló jogkérdés közül melyik lesz az irányadó, melyik az, amelyiket kötelezőnek elfogadja, és akkor a másikra azt mondja, hogy akkor az innentől kezdve kötelező erejüként nem hivatkozható. Ebben az esetben is ez történt. Az alap problémát az okozza, hogy a régi polgári törvénykönyv, az 1959. évi 4-es törvény, az elévülés szabályait, ugye az elévülés azt jelenti, hogy a követelés bírósági úton, hatósági úton már nem lesz érvényesíthető, tehát én nem fordulhatok bírósághoz a követelés érvényesítése érdekébe. A régi PTK, tehát az 59. évi 4-es törvény szabályai eltérőek voltak az azóta hatályba lépett új PTK, az a 2013. évi 5. törvény szabályaitól. Ugyanis a régi PTK szerint, és ez ami nagyon fontos ebbe a kérdéskörbe, a régi PTK-ban még a kötelezett írásbeli felszólítása az elévülést megszakította. Tehát ugye az elévülési idő az 5 év. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Tehát amikor a fizetési kötelezettsége beáll a kötelezettnek, az adósnak, leegyszerűsítve. Onnantól kezdve van főszabály szerint 5 éve a jogosultnak arra, hogy ezt az igényét bíróság előtt vagy más hatósági eljárásba érvényesítse. Ha ezt nem érvényesíti, akkor követelése elévül, bírósági úton nem lesz érvényesíthető. Ezt az elévülést sok más egyéb mellett, most azokat nem sorolom fel, mert a jelen kérdés szempontjából nem érdekes, megszakította az, hogyha a jogosult a kötelezettet írásban felszólította teljesítésre. Tehát írt egy levelet, a hitelező írt egy levelet az adósnak, hogy tessék kifizetni a tartozást, mert ennyi tartozása fennáll. Ez megszakította az elévülést, és onnan az 5 éves újraindult. Tehát, hogyha 4 év, 11 hónap havonta írt egy levelet, hogy tessék fizetni, akkor ki tudta tolni a végtelenségig. Ugyanennek a jogszabályhelynek az a 327. szakasz három bekezdés viszont azt mondta, hogy ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, akkor az elévülést már csak végrehajtási cselekmény szakítja meg. És itt jött a probléma. Ugye ezek a devizahiteles szerződések kivétel nélkül a régi PTK hatálya alá tartoznak, mert 2014. március 15-e előtt kötötték az összeset. Tehát nincs olyan devizahiteles szerződés, ami új PTK
hatálya alá tartozna. És ugye a szerződést az alapján, a jogszabály alapján kell megítélni, amikor megkötötték a szerződést, így van. Tehát az összesre a régi PTK rendelkezései az irányadók. A régi PTK pedig azt mondja, hogy az elévülést a kötelezett írásbeli felszólítása megszakítja. De ott van ez a harmadik bekezdés, hogy ha végrehajtható határozatot hoztak, akkor csak végrehajtási cselekmény szakítja meg. Ezt a kúria, ezt a 327-3-at, tehát hogy csak végrehajtási cselekmény szakítja meg. Ja, bocsánat, ami nagyon fontos, nagyon érdekessé teszi ezt a kérdést, az az, hogy a devizahiteles szerződéseknek egy jelentős része, főleg a jelzálog fedezettel biztosított szerződések gyakorlatilag kivétel nélkül, de egyéb személyi kölcsön szerződéseknél is, vagy maga a szerződés van kétoldalú közjegyzőjogiratba foglalva, vagy a szerződés részét képezi egy egyoldalú kötelezettségvállaló tartozás elismerő nyilatkozat. És ezek a közjegyzőjogiratok, ezek végrehajtási záradékkal ellátható okiratok, tehát bírósági eljárás nélkül végrehajtható, közvetlenül végrehajthatók. És itt volt a nagyon nagy kérdés, és a nagyon fontos kérdés, hogy ezekben az ügyekben az elévülést mi szakítja meg? Az írásbeli felszólítás megszakítja az elévülést a régi PTK 327-1 alapján, vagy kizárólag a végrehajtási cselekmény az, ami az elévülés megszakítására alkalmas. A kúria gyakorlata, hát közel 10 évig, tehát az első ilyen eseti döntés, ami ezt kimondta, az 2013-as, tehát az most már 11 évvel ezelőtti, ahol azt mondta a kúria, hogy ha közvetlen végrehajtásra alkalmas okirat szerepel a szerződés, vagy a szerződés közvetlenül végrehajtható, akkor ott csak is és kizárólag a végrehajtás lehet az igény érvényesítésnek az elfogadható eszköze. Tehát ezekben az esetekben, ahol közvetlen végrehajtásra van lehetőség, csak és kizárólag végrehajtási cselekmény szakítja meg az elévülést. Tehát hiába ír a hitelező felszólító levelet, meg hiába csinál valamit, az elévülés az ugyanúgy ketyeg. Tehát akkor az nem is számít, olyan, mint ugye nem számítanak. Nyilván az nem jön figyelembe. Ott van egy 5 éves, tehát amikor esedékessé válik praktikusan a felmondással a követelés, akkor ott elindul az 5 év, és hogyha 5 éven belül a hitelező, vagy a hitelező jogutódja, vagy bárki nem indít végrehajtási eljárást, akkor a követelés elévül bírósági úton nem lesz érvényesíthető. Ez a gyakorlat, ez gyakorlatilag töretlen volt a bírósági gyakorlat a kúria részéről, fel nem merült senkibe, hogy ez nem így. Voltak olyan hangok, akik azt mondták, olyan álláspontok, hogy ez nem jó, meg ez nem így kéne, meg minden. De a kúria gyakorlata az egyértelmű és következetes volt, mert azt mondták, hogy csak és kizárólag, ha egyébként van egy ilyen nagyon komoly biztosíték a szerződésben, hogy közvetlenül végrehajtható, akkor a jogosult szíveskedjen ennek megfelelően eljárni, és az adós ne tartsa hosszú évekig egy ilyen bizonytalanságban, hogy mikor indul meg ellen a végrehajtási eljárás. Ez egészen tavaly év közepéig, tehát tavaly május-júniusig tartott, amikor is a kúria egyik ítélkező tanácsa kitalálta, hogy hát ez így nem jó, mert szerintük mindegy, hogy végrehajtási záradékkal ellátható lenne egyébként az okirat, de akkor is az nem végrehajtható határozat, mert ugye a régi PTK úgy fogalmazott, hogy végrehajtható határozatot hoztak akkor, és azon ment a polémia, hogy a közjegyzői okirat, a végrehajtási záradékkal ellátható közjegyzői okirat az végrehajtható határozat, vagy nem végrehajtható határozat. És
egész idáig gyakorlatilag elfogadták azt, hogy jó, hát az nyilván végrehajtható határozat, mert hát hiszen végrehajtható, végrehajtási záradékkal látható el, végrehajtás megindul. Most ebben a 9/2023-as jogegységi határozatban a kúria ezt a eddig töretlen gyakorlatát 180 fokkal megváltoztatta, és azt mondta, hogy nem, hiába látható el az okirat végrehajtási záradékkal, nem érdekes, ez nem végrehajtható határozat, mert egyébként ez a végrehajtható határozat nem az elévülést megszakító eljárásban keletkezett, ezért ez nem olyan végrehajtható határozat, mint amire a régi PTK 327-3 hivatkozik, ezért erre is az általános szabály, tehát a 327-1 vonatkozik, tehát az elévülést akkor is megszakítja a kötelezett írásbeli felszólítása, ha egyébként az okirat az végrehajtási záradékkal lenne ellátható. Ennek azért van borzasztóan nagy jelentősége, és akkor még itt hosszasan elemezte a kúria, hogy egyébként az nagyon lerövidíti a jogosult számára nyitva álló időt, és az milyen méltánytalan, és ebben nem megyek bele, mert a lényeg szempontjából mindegy. Ez azért nagyon fontos, mert ezeket a szerződéseket itt ez nem jogkérdés, ez teljesen nyilvánvaló, ez egy gazdasági, ez egy üzleti kérdés. Aminek az a lényege, hogy ezeknek a szerződéseknek egy nagyon jelentős részét már nem az eredeti hitelezők kezelik, hanem kikerültek különböző követeléskezelő cégeknek, különböző jogutódoknak a portfóliójába. És van olyan, amit 7-8-10 évvel ezelőtt mondott fel az eredeti hitelező. Tehát ugye ez úgy nézett ki annak idején, hogy a bank felmondta a szerződést, és a felmondott szerződést, mint követelést engedményezte faktorcégre, másik cégre, bárkire. Most könnyen belátható, hogyha az eredeti vagy a korábbi joggyakorlatot veszük figyelembe, ahol azt mondjuk, hogy csak és kizárólag a végrehajtási cselekmény az, ami az elévülést megszakítja, akkor egy borzasztóan nagy összegű portfólió gyakorlatilag behajthatatlanná válik, mert elévült. Mert egyébként sem a bankoknak, sem a követeléskezelő cégeknek nem volt meg az infrastruktúrája, humán erőforrása, bármilyen, hogy végrehajtási eljárást indítsanak ezekbe az ügyekbe. Összeomlott volna a bírósági végrehajtási rendszer, túl azon, hogy most is egyébként szerintem nagyon jelentős százalékban ezekkel az ügyekkel foglalkoznak a végrehajtók. Összeomlott volna a bírósági végrehajtási rendszer, hogyha az összes felmondott szerződést egyébként betolták volna a bankok és a követeléskezelők a bírósági végrehajtás rendszerébe, akkor a bírósági végrehajtók nem bírták volna a terhelést, és akkor a bírósági végrehajtás alatt is el tud évülni azzal, hogy egyébként ott már a VHT bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján bármilyen végrehajtási cselekmény megszakítja az elévülést, de láttunk már olyat, hogy végrehajtási eljárásban elévültek követelések, ahol viszont a végrehajtónak van egy komoly anyagi felelőssége, hát hogy miért hagyta elévülni a követelést. Tehát ezt valahogyan kezelni kellett, ezt a problémát. Ezt úgy tudták a legegyszerűbben, az ő szempontjukból a legegyszerűbben kezelni, hogy azt mondták, hogy semmi gond, gyerekek, nem évül el. A írásbeli felszólítás megszakítja az elévülést, mert arra nincsen anyagi erőforrás, humán erőforrás, hogy megindítsák a végrehajtási eljárásokat, de arra, hogy 4 évente küldjenek az adósnak egy ajánlott értivevényes levelet fizetési felszólítással, arra van. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy 1300 forintos ajánlott levéllel meg lehet oldani újabb 5 évre a problémát. Így
szépen be lehet kategorizálni, hogy térül, nem térül, majd meglátjuk, és be lehet osztani a portfóliót, ami azt jelenti, hogy ezek a követelések, hogyha a követeléskezelő egy picit odafigyel, akkor gyakorlatilag soha nem évül el, jog szerint elévülhetne, kivéve abban az esetben, hogyha a követeléskezelő 4 év 11 havonta fölad egy ajánlatért érvényes levelet. Tehát ha nem csinál semmit, akkor nyilván elévül, de megteheti azt, hogy 10-20-30 évig ne évüljön el ez a követelés, és utána egyébként utána mondja azt, hogy na hát most már ráérünk, akkor most kérem a végrehajtási záradék kiállítását, és most hajtom végre a követelést. Amit egyébként még árnyal egy kicsit, hogy ugye itt nem csak a tőke követelésről van szó, hanem ennek vannak nagyon komoly járulékai is. Mondom. Igen. Hát nem mondom ki, hogy melyik bank 23-25%-os késedelmi kamatokkal operál, de egyébként a jegybanki alapkamat is közül ilyen 10% mostanában. Úgyhogy itt a Covid meg a háborús helyzet miatt ugye 25%-ban van maximálva a késedelmi kamat, de a jegybanki alapkamat kétszerese az több lenne, mint 25, tehát 25. Tehát ha jegybanki alapkamat kétszeresét számolja, az is 25%. Ez egy komoly költség. Hát az egy borzasztó komoly költség. Borzasztó komoly költség, ami ketyeg rá a tartozásra. És ugye ott van még a régi PTK-nak a másik szabály, ugye az elszámolási sorrend, ami egyébként az új PTK-ban is ugyanez, hogy költségkamat tőke. Tehát, hogyha az adós fizet havonta valamennyit, de az nem elég, tehát ha kevesebbet fizet be, mint a havonta rárakódó késedelmi kamat, akkor a Dunába hordja a vizet. Ez egy ilyen soha véget nem érő történet? Soha. Akkor soha. Soha. Tehát a tőke tartozáshoz hozzá sem tud szagolni, mert a képződő késedelmi kamatot fizeti. És nincs rá jogszabály, sok más egyéb mellett erre sincsen, hogy meddig szedhet késedelmi kamatot a jogosult. Hogy mennyire tisztességes az, hogy meg sem próbálja behajtani a tartozást, hanem azt mondja, hogy hát nekem ez így jobb jövedelmet biztosít, mint hogyha megpróbálnám behajtani, mert ez így folyamatos, enni nem kér, nem évül el, el vagyunk vele. Tehát most jelen pillanatban itt tartunk, hogy ha a követeléskezelő egy picit odafigyel, akkor valóban igaz az, amit a kollégák mondtak, hogy ez soha nem évül el. És ez a jogegységi döntés vonatkozik-e a folyamatban lévő perekre, vagy ez csak mindenre? Ez tehát, mindenre. Hogy ez így... Ez mindenre vonatkozik, sőt, ugye addig, amíg ez a joggyakorlat nem alakult ki, addig viszonylag nagy számú pert tudtunk megindítani, és tudtunk megnyerni azzal, hogy bocsánat, a követelés elévült. És elévülés miatt megszüntették az adósok ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat, mert a felmondás, tehát a követelés esedékessé válása és a végrehajtási eljárás megindítása között több mint 5 év telt el. És mondtuk, hogy hát bocsánat, elévült. Ez működött, most már nem működik, mert nyilván ugye azt mondják, hogy nem hivatkozhatok arra, hogy elévült, mert felszólító levelekkel egyéb módon megszakította a jogosult az elévülést, tehát ez nem vehető figyelembe. Sőt, most, és itt jön az, hogy nagyon sok pert indítottunk, nagyon sokat, hát amennyit a lehetőségeink engedtek, és nekem is van olyan ügyem, meg kollégáknak is van olyan ügye, hogy jogerősen megnyertük az elévülést, tehát hogy megszüntette a végrehajtást a bíróság, hogy elévült a követelés kész, és a követeléskezelő vagy a bank egy újabb pert indított egy keresetlevéllel, fizetési meghagyással, mikor, hogyan, hogy akkor ő ezt mégis kéri. És ha én arra hivatkozok, hogy de bocsánat, nekem van egy jogerős ítéletem, hogy elévült, akkor előveszik ezt a 9/2023-ast, hogy igen, de az már régen volt, meg az most már nem aktuális.
és újra meg kell futnunk azokat a köröket, ott már arra is hivatkozunk el, de bocsánat, értjük mi, hogy most már az újabb ügyekben ez nem, na de itt van egy jogerős bírósági ítélet. Tehát addig azért nagyon-nagyon remélem, hogy nem fogunk eljutni, hogy a jogerős bírósági ítéleteket is megpróbálják felülírni ezzel a jogegységi határozattal. Azt már tudomásul vettük, hogy új pert nem tudunk ebbe indítani, illetve hogy a folyamatban lévő pereknek mi lesz a végeredménye, de hogy a jogerősen befejeződött ügyekben is figyelembe akarják venni, azért az erős egy kicsit. De ezt gyakorlatilag ez az üzemszerű működés, hogy azokban az ügyekben, ahol elévülés miatt megszüntette a bíróság a végrehajtást, ott a követeléskezelő bead egy fizetési meghagyás, hogy de ő azért mégis kéri. És hiába hivatkozok arra, hogy nekem jogerős ítéletem van az elévülés, azt mondják, hogy őket különösebben nem érdekli. Van-e tapasztalata arról, hogy mondjuk még mindig hány családot érinthet a devizahitelek visszafizetésének a nehézsége? Hát, hogy mennyi futott ki, és mennyi van még folyamatban, megmondom őszintén, fogalmam sincs, de mint ahogy amikor ezeket a hiteleket fölvették, és amikor elkezdtek ezek a hitelek teljesen szükségszerűen bedőlni, akkor is mindenkit érintett az országba, függetlenül attól, hogy volt devizahitele, vagy nem volt devizahitele. Ez szerintem a mai napig így van, hogy attól, hogy nekem nincsen, vagy a családomnak nincsen, attól még érint engem, mert az egész gazdaságra ez egy borzasztó nagy nyomást, nincs belső fogyasztás. Nincs belső fogyasztás, nincs kereskedelem, mert erre az elmúlt 10 év az arról szólt, vagy 15 év, hogy erre kerestek az emberek. Rezsi, devizahitel, aztán ha marad, akkor még talán eszünk is valamit. Egyébként hogy látja, hogy a bankoknak a felelőssége az felmerülhet-e valaha a devizahitelezésért? Vagy elképzelhető, hogy itt valami kompenzáció, vagy kártérítés lesz? Kártérítést az kizártnak tartom. Tehát a kontinentális jogrendszer, akár a magyar, akár a kártérítést, tehát az azért nyilvánvaló, tehát kártérítés. Ugye a devizahitel szerződések akármennyire tisztességtelenek, akármennyire egy borzasztó, ahogy a Róna professzor úr fogalmazott már 10 évvel ezelőtt, hogy egy hibás termék, tehát hogy ezt nem lett volna szabad forgalomba hozni, pláne nem fogyasztóknak. Tehát azért ezeket a pénzügyi termékeket, ahol ilyen kockázatok merülhetnek föl, azt azért lakossági ágazatban azért nem nagyon szokták. Tehát ez, ugye itt is vannak kicsit kockázatos, meg nagyon kockázatos termékek, ez a nagyon kockázatos kategória, de ettől függetlenül ugye boldog-boldogtalannak ezt árulták, úgy, hogy a kockázatokról nem tájékoztatták őket kellőképpen. Kártérítés nem gondolnám, hogy lesz, mert nincs kár. Tehát a szó jogi értelmében kárról nem beszélhetünk, mert az a vagyoncsökkenés és az a vagyonvesztés, amit az adósok elszenvednek, az vagyonvesztés, az kétségtelen tény, de a szó jogi értelmében én emberileg elfogadom, hogy nyilván kár, de jogilag nem kár. És nincs károkozó magatartás, mert ugye itt egy szerződésről van szó. Akkor, amikor megkötötték, az egy jogszerű volt, a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte, a jogszabályok lehetővé tették. Most az, hogy egyébként vannak benne tisztességtelen szerződési feltételek, meg esetleg más egyéb okból érvénytelen a szerződés, az egy más jogterület, az a szerződés érvénytelensége, érvénytelenség jogkövetkezményeinek a levonása, de nem kár, nem kártérítés. Tehát
ez a probléma. Hogy szerintem nem lesz, mert nem lehet. Egyébként ezt a kérdést, ezt egy ilyen nagyságrendileg 10-12 évvel ezelőtt egyébként jogalkotási úton kellett volna megoldani. És hogyan látja most, hogy mondjuk esetleg van-e valami olyan új hitelkonstrukció vagy szabályozás, ami a devizahitelekhez hasonló kockázatot rejt? Kicsit más aspektusból, de a csok az pontosan ilyen lesz. Tehát már elkezdtek bedőlni a csokos szerződések, ahol, hogyha nem a vállalt gyermekszám nem jön össze, egyebek, akkor ott egy nagyon komoly büntető kamattal kell visszafizetni az adósoknak a felvett összegeket. És hát az, hogy miért nem lesz három gyerek, annak számtalan oka lehet most a válástól függetlenül is. És hát azért Magyarországon a házasságok fele válással végződik, tehát azért az nem egy olyan nagy, nem kell hozzá különösebb jósnak lenni, hogy ez valószínűleg egy hasonló problémát fog. Nem ilyen nagyságrendűt, és nem ilyen volumenűt, de lesz vele probléma. Lesz vele probléma, az biztos. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát nézőinknek azt tudom mondani, hogy mivel a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy ez egy sorozat, hogy két hét múlva szerdán akkor találkozunk újra. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, Köztér Extra című műsorunkat látták, amelyet visszanézhetnek a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.